Nem feledem soha azt az őszi napot. Fekete fellegek takarták a napot. Most is hull a könnyem. Kísért a rémálom. Csak az zúgást hallom, s a ránk csapó gépet fekete felhőből, gyilkosan tüzelő, a halált ölelő, nagy feketeséget újra s újra látom. Ott a Tiszatájon, kécskei határon sírok domborulnak az őszi avarban. 22-en némán, örök nyugalomban, ott fekszenek sorban. A repülőgép abba a pillanatba az óra toronyóra megállt. Én érkezett el az a nap, mikor a budapesti forradalomnak a szele ide eljutott, vidékre ugye, ilyen hullámszerűen, és akkor itt a gyár beltörletén már kezdtek gyülekezni, és hogy fölvonulást fognak tartani. Szolnokról érkeztek meg 27-én reggel valakik, én nem tudom kik, és azt mondták, hogy főkör vonulunk, mivel a permetező gépgyár ebbe a községbe a legnagyobb üzem. Én jó magam a gyárnál dolgozó két barátomtól értesültem róla, hogy lesz Kécskén felvonulás, és ide jöttünk a gyár elébe, ahol már valóban bent a kapun belül már gyűltek az emberek, hangokat hallottunk, és mikor megláttak bennünket, az ismerősök azonnal szóltak, gyertek be. Na most, amikor itt a Szolnok úton felsorakoztunk, akkor csatlakozott még utánunk a SZESZ gyár, és akkor még az Állami Gazdaságnak a dolgozói. Valamint az iparösületnél szintén összehívták az iparosokat, és ott is egy gyülekezést tartottak, és az iparösület is aztán zászlókkal átjöttek ide. És a Szolnoki úton a centrum felé haladva, ugye, vagyis akkor még nem haladtunk, csak arra fordulva, akkor ők is csatlakoztak, és az első sorokba az ipartestületnek a zászlóvivője egy Berecki Sándorné Erika nevű hölgyfodrász volt, és az volt az első sorokba. Majd ugyanígy a permetező gépgyárnak egy Lovas Ferenc nevű, az is egy nagy zászlóval élen voltak a sorba. Én körülbelül a hatodik sorba álltam. Kijöttek a gyárból, a kint lévő idesereglett emberek is besorakoztak, és akkor valóban itt elindultunk arra az Állomás utca felé, most Béke utcának nevezik, akkor Sugár utca volt. Történt aztán a szervezésben egy Lovas József nevű unokatestvérem, az pedig a tanyai részeket értesítette egy Csepel motorkerékpárral, zászlóval, ment a Állami Gazdaság, valamint a újbögi, óbögi részt értesítette ott a dolgozókat, hogy fölvonulás fog lenni, és minél többen hát jöjjenek be ide a permetező gépgyár elé. Mi úgy tudtuk nekünk a elégedetlenségünket ugye kinyilvánítani, fiúk, hogy fölvonulunk, tiltakozunk. Ezt nem a gyár találta, hogy föl kell vonulni, a gyárat kényszerítette valami. Azt a részét a nagyobb tömeg azt nem ismerte, már elnézést. Ipartestületet se kényszerítette senki. Mert az ipartestület az magától vonult föl, akart fölvonulni. Szóval meg azt mi kívülről jöttünk. Ipartestületben két ember volt, vagy három. Vagy hát a Lovas Jóska nem kényszerítette például. Nem a Lovas Jóska. A bögieket se kényszerítette, se az Állami Gazdaságot se. Jó van, de itt se kényszerítette senki, itt már haladtak az árral. Nem vidékről jöttek, szervezték, hanem itt vita volt, mert egy része, azaz hát nagy vita nem is történt, mert még a pártagok is akarták a fölvonulást, hogy nehogy bajuk történjen nekik.
tehát ilyen félelmükbe is akartak fölvonulni. Én ezt így hallottam, és az igazgató, az akarta is nagyon, hogy eleget tegyen a népnek, mert akkor már nem volt olyan hatalmuk egy-egy pártitkárnak, és ők is benne voltak a fölvonulásban, majd aztán más alapra tartozik, hogy utána szoknyába öltözött, és aztán úgy elbújkált, de akkor ők is már akartak a néppel együtt tartani. Hát így gyülekeztünk ezen az úton. Akkor még ez a ház itt nem volt, ez egy üres park volt. Használták ezt aztán piactérnek is, disznópiasznak, aztán zsíkpiasznak. Mi abban a házban laktunk, ott abban a hosszú cserepes téglakerítés van ott. Akkor persze még ilyen deszkakerítés volt, meg minden. És azért tudtam minden helyzetet, hogy hogy történik a szervezés. Ahogy én az ágyba feküdtem ott, mindig egy hatalmas nagy csillag itt a permetező gépgyárnak a tetején, de az körülbelül ilyen embermagasságtól is nagyobb volt, és az ki volt világítva. Az oldalsó ablakon én, ahogy ébredtem, mindig ezt a nagy rohadt vörös csillagot köllött, hogy lássam. Ez egy olyan undorító volt, mert ugye bennünk magyar érzés volt még akkor. És az, hogy mi úgy nevelkedtünk, hogy ez magyar haza, nekünk magyar szellemiségbe kell élni, és akkor ránk kényszerítettek egy ilyen otromba, ronda, vörös rongyokkal, beburkolózva, vörös csillaggal, és olyan rossz volt nekem azt nézni, azt a nagy vörös csillagot, és mondom, én sokszor bizony így ébredtem, hogy mikor takarodik el onnan a háztetőről a vörös csillag, és azt megértem. Nagyon boldog vagyok. Amikor felsorakoztunk, akkor egybesült a permetező gépgyárral a többi gyárnak a létszáma, és akkor elindultunk. Életem legszebb napjai voltak azok, hogy megértük azt, hogy végre úgy éreztük, hogy szabadok leszünk. Sokan várakoztak, mert valóban itt is egy tér volt, ezen az oldalon is egy tér volt, még nem volt az építkezés. És akkor itt már sugárunk. Innentől már ugrásszerűen elkezdtünk gyarapodni létszámban. Akkor eljöttem ide, uram a gyárba volt, és akkor itt csatlakoztam hozzájuk, és mentem. És már tőle tudta, hogy lesz majd. Nem, ő még akkor nem jött haza, mert kaptam hónas, hiszen. Balázsa, hol tetszett találkozni? Én már ide? Csak otthon találkoztam vele. Mert az már a csapatban volt benne. Az már, igen, az már vitte akkor a sebesülteket, Szigeti éghajlóját haza. Mert a Vecz gyárba dolgozott. Gyárba. Még most nem vitte a sebesülteket. Még akkor nem, hanem előbb. De ő nem vonult velünk, csak én mentem. És kezét csokom, a 50 év meg se látszik magán, olyan fiatal maradt. Persze. Csak a többi hozzá. A Kereszt utcán még... A Valatin közön még nem mentem, mert édesanyám ott lakott. Ja, a kisgyerek miatt kellett bemenni. A kisgyerek miatt hazakölt a kislányom hát miatt menni. Igen. Nagyon is nyugtalan voltam, mert ott hagytam alva, ugye? Istenem. És akkor... Mit is énekeltünk? Haza szeretek csak... Mit is énekeltünk akkor? Azt mondja, fölvitézek a csatára, a szent szabadságot almára. Mennyörög az ágyú, csattog a kar, ez lelkesíti csatára a magyar. Le a vörös rémuralommal! Igen, közben Ruszkik úgy... haza! Ruszkik haza! Ruszkik ez a haza, haza, magyar haza! Le a vörös minden ruszki menjen haza! Igen. Hát aki így magyar, tartson velünk! Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart! Ebbe a házba laktam én. A szüleim kék festéssel foglalkoztak, illetve én is, és akkor nap festettünk, és akkor tehát még artézi kutak voltak Tisza-Kécskén, igen kis nyomással dolgozó hálózattal, és egy-egy köbméternyi víz kiengedéséhez órák kellettek, és két kárvíz csere között ráértem be, kimentem először csak a sarokig, itt a Somodi Laci
házáig, illetve amiben ő lakott, odáig, és onnan pedig ugye nem nyughattam, és csak elmentem. Valóban árok volt, de ha jól emlékszem rá, eperfák voltak beütetve. És ilyen köves út volt, amit még úgy szórtak a útkaparó. Makadám út. Úgy szórtak befelé. A régi makadám út. Befelé makadám út. Itt haladtunk ezen az úton, énekeltünk. Panikait megállt. Az mi történt akkor? Akkor még tovább mentem, ja, édesanyám házáig, és ott a szomszédasszony, ugye, ez ilyen nagy istenasszony volt, hogy úgy mondjam, Rácné. És akkor aznak föltűnt, hogy hát mi az, hogy a lányod is mén, aztán kijött. Azt mondja, hát mén, menne velük, hát hallod, mit kiabálnak. Mert ő ilyen, milyen asszony MNDS-es volt. MNDS, vagy milyen asszony volt. Igen, MNDS. Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. Úgy csúfolták őket, hogy Mönödös. Én erre elmentem akkor a Valatén közön haza, és mi, akkor... Mi pedig mentünk tovább, mentek a vasútállomás felé. Énekelve, igen. Szívünk csúcsára kiállunk, mert az a legmagasabb országrész, mi nálunk, és ott lobogunk, mint messzire látszó nemzeti zászló, messzire látszó nemzeti zászló. Szívünk csúcsára kiállunk, mert az a legmagasabb országrész, mi nálunk, és ott lobogunk, mint messzire látszó nemzeti zászló, messzire látszó nemzeti zászló. Így hallottam, én hallomásból beszélek, de a történet több, mint valószínű igaz, hogy kértek segítséget, mert azt telefonálta be, hogy a legjobb kommunistákat akasztják. Itt volt az ország zászlónak a rúdja, azon volt körülbelül egy olyan 2 méterszer 150 centim nagyságú lemezből kivágott címer. Ugye ez az volt felakasztva, tehát nem ember volt. Na aztán kérem szépen, ő betelefonált a rendőrségre Kecskemétre, hogy segítséget kért. Igen ám, ott meg azt mondták, hogy már a megye területére szétszúrták a rendőröket, nincs nekik kapacitásuk. Ekkor kérem szépen áttelefonált, ez a Gyurkó alezredes volt, a, úgy tudom, a kecskeméti helyőrségi parancsnok, vagy ezredes, már nem tudom. És kérem szépen ezt küldött, katonaságot, azt küldte a repülőt, és amikor mondta, egy fiatal hadnagy volt, mert később az sírt, hogy ha nem jön, akkor agyonlövik. Neki azt mondta, hogy Tiszakécsként akasztják a kommunistákat, menjen és oszlassa szét. Akkor kijött, terepszemlét tartott, azt mondja, nem lát, hogy semmit, akkor is lőjön. Ez volt a Gyurkónak a hangja. Kedden délután telefonon kerestek. Bemutatkoztam, és az asszony hang nem mutatkozott be, hanem rögtön belekezdett mondandójába. Kapkodva, idegesen mondta. Képviselő úr, miért kell már megint megemlékezni a sortűzről? Alig kaptam levegőt. De hát asszonyom, de ő nem hallott, szinte sírós hangon. De hát tegnap szép volt az ünnep, az ünnepség. Miért kell még egy ünnepség? De asszonyom, 17 halott. Több mint 100 sebesült, de nem hallotta, amit mondok. Mondta tovább, hogy de értsék már meg, mindig föltépik ezeket a sebeket. De asszonyom, és akkor éreztem már, hogy nincs telefonvonal végén már személy, nyilván letette, félbeszakadt, és azóta a sötétbe tapogatózva próbálom mondani, hogy igen, szembe kell nézni. Újra és újra. Minden esztendőben szembe kell nézni, még ezekkel a szemrehányásokkal is, még akkor is, ha olykor
emberi méltóságunkat sérti a válaszadás. Itt, ahol most állunk, ez az országzászlónak a helye, ennek a végében volt, annak az épületnek a folytatása volt a parti iskola. Ez egy katolikus iskola volt, első-második osztályosok tanultak. Akkor ide érkeztünk, akkor már voltak is itt, nem mindenki velünk jött, és volt piasztéren nagy tömeg volt, akkor erre a Szolnoki út tehát, felül. Akkor most park, ez piasztér volt. Igen, piasztér, és akkor a hátunk mögött, amerről jöttünk, ott is a... Jött a tömeg, egy, mi is jöttünk, igen, igen. Anyámmal. És még. Akkor voltak, akik Ókécske felül jöttek, arról is jöttek. És akkor amikor megérkeztünk, ugye nyilván, hogy a község vezetői elkezdtek itt egy ilyen beszédet tartani. Hát az orosz. Az oroszi, a tanácselnök, orosz. Fölment, orosz ugyan, fölment a országzászlóhoz, és onnan a beszédet kezdett el tartani. Hát nem tudom, ti hogy emlékeztek, elmondta, hogy... Elmondta a 12 pontot. Úgy van. Így csendesítette a népet, hogy ne legyen zavargás, de én, ahogy már említettem is eddig is, semmi olyan atrocitás nem történt, senkit nem akartak meglincselni, vagy bántani. A legkeményebb volt, hogyha emlékeztek rá, itt egy gumikerekű kocsi állt, igen, és arról a legények elkezdtek kiabálni, hogy burkus, igen, az volt a végrehajtó. Igen. De burkus akkor már két napja elment a hét határon túl volt, azt már nem volt itt. Azt nagyon jól tudni, hogy három végrehajtó osztotta az egész községét, ugye Burkus János, Heltai nevű végrehajtó, meg Brecsus Kálmán. Három végrehajtó, ez hát, raboltak, szinte rabló munkát végeztek. Mi nem vagyunk gazdag család, de tőlünk is a bútort akarták elvinni, hát azok mert az apám iparos ember volt. Azok voltak a kulák üldözők, igaz-e? Meg új kuláknak hát, nevezték akkor a gazdálkodó embereket, akik ugye gyarapították a vagyonokat, de tisztességes úton. Egy pohár vizet vitt oda valaki, hogy tudjon beszélni a tanácselnöknek, igaz-e? Ennek a neve volt ám az orosz, nem a származás, igen, csak azért orosz, mondjuk. Orosz volt. A neve volt neki. Igen. És akkor utána még, mint olyan utólagosan érzékelt az ember, hogy úgy szétnézett, és akkor egyszerűen eltűnt. Ilyen félelme volt neki félelme valahogy. Eltűnt, és akkor amikor a himnuszt énekelt. Még Dezső bácsi, igen, elmondta, Matusz Dezső bácsi. Úgy van a talpra magyar. Talpra magyarnak azt szerintem két vagy három verszakát nem mondta. Ő mindjárt eltűnt. És amikor a himnuszt emlékeztet, énekeltük, akkor hol is tartottunk? Balsors. Hátumszerűen, amikor a Balsorsnál tartottunk, akkor hallottuk, hogy repülőzúgás. Először a repülő Szolnok felé jött magasan. Igen, az nézett cég. Akkor itt néztük, körülbelül ezen a helyen álltam, ahol ez a fa van, egy 4 méterre az országzászlótól, és jött a repülő a Szolnok irányból. És akkor félre billent, így fölnéztünk a repülőre, azt hiszük, hogy fényképezt. Ő meg lenézett bennünket, mint később és akkor egy pillanatok alatt Gyurkó utasítására, és ott úgy mondjuk, hogy a Tisza lapos felé megfordult, és torony magasságba leereszkedett, és akkor így fölnéztünk, már hatalmasan, hogy robajjal jött, és akkor lángol a gépnek az eleje, ilyen torkolattűz, amivel nehéz géppuskával lőtek, és akkor hatalmas nagy kattogás, magának a gépnek is a MiG-15-ös gép volt ez, és annak is óriási hangja van, főleg, hogyha torony magasságban repül. A repülő, én is megvártam a tömeggel együtt, és utána jöttem haza megnézni a családok hozzá, és lövittem őket a pincébe, paplanos túl. Igen, lövés ugyan nem ért, lövedék nem, de abban a pillanatban, ami helyét föl tudtam mérni, hogy itt mire van kilátás, mi van, hát mint sok százan a mások is, eszünket vesztve rohantunk ki erre, ki arra, és én a Cakónét láttam magam előtt, a Köves út közepén, mint egy 10 méterrel előttem,
az életének utolsó lépteivel láttam, ahogyan a balon nem is balonkabát volt az, hanem ez a lóden kabát volt rajta, hogy a kislánynak a kezét elengedte, az a templomkert kerítéséhez szaladt, ő pedig az utolsó lépteit lépte, és aztán összeesett, szétrobbant a hátán a lóden kabát, és ott esett el, és tudomásom szerint ott is halt meg. Én hét, minden ellenkező híreszteléssel szemben hét sortűzről tudok, mert én errefele rohantam haza, és körülbelül mire ideértem a szódagyárral szemben lévő Borbé műhelybe, a Borbé mester felesége megsérült, és azt segítettem haza, akkorra már itt szétlőtték a szódás, szemben lévő szódás kocsi lovait, illetve egy kb. 30 méterrel onnan visszafele egy kerékpár megőrző Kálai Árpádné nevezetű asszonyt. Tehát itt semmiképpen nem volt szó, és nem lehetett szó a tömeg oszlatásáról. Ez megítélésem szerint egy 200-300 méterre van a helyszíntől, ahol az ország zászló van, illetve volt, és hát onnantól idáig elég nagy távolság volt ahhoz, hogy ez már ne tömeg oszlatásnak számítson. A házon végig keresztül lőttek, és én fölmentem a parlásról, szét voltak a gerendák hasgatva, mert épp abban az irányban voltak a lovak is. Akkor egy sorozat érte a háztetőt, de én nem lett senkibe kár, mert a feleségem a gyerekekkel a pincében volt, még szomszédokkal, sokan voltak ottan. Hát mindenki bújta, ahova tudott, így volt. Így van. Hozták a sebesülteket ide ebbe a pincébe, ahol a lény családom volt. Bizony a pártitkárt például akarták verni, mégis érdemelte volna, mert már akkor annyi sok volt a halott, láttam én is őket, hogy az borzasztó volt. És akkor még én is mentem, hogy szegény öreget nehogy bántsák, már még egy páran mentünk, mert már őtet is féltettük, hogy nehogy ugye neki menjen a nép, de aztán lecsendesültek. Testvérek, nem szabad, majd a jóisten megbünteti, és így elmenekült a pártitkár. El tudott lógni. Apám úgy jött ide, hívták volna, de törött volt a lába, látta az ablakból a repülőgépet, ugye katona viselt ember volt, végigjárta a háborút, látta a torkolattüzet, kiugrott az ablakon a törött lábával, és elrohant ide, amikor már tele volt itt a piactér, mindenfele sebesültekkel, egyebekkel, mindennel. Voltunk hatalmas tűzcsóva, és akkor abban a pillanatban, mink hasra csapódtunk, mert voltunk már katonák, és akkor itt egy német-laci, zámbori gyuszi, kasferi, ezekkel a barátainkkal voltunk együtt, és mondom, itt ezen a helyen hasra csapódtunk, és abban a pillanatban fölugrottunk, itt volt egy sziréna oszlop, és én addig tudtam elmenni, és jött a következő sorozat. Akkor egy más irányból, de nem tudjuk azt már, hogy milyen irányból, vagy hogy jött, csak egy másik sorozat, és onnan elmentem az órás üzletig, akkor jött a következő sorozat. Utána szaladtam végig arra azon a podolákféle ház alatt, és a Gulyás lakott itt egy vasbótos, és annak a lakásába rohantunk be többen, nem csak magam. És az volt a borzalmas tényleg, hogy több sorozat, 3 vagy 4, nem tudom, hogy hány sorozat volt. Akkor is lőtt a gép, akkor is, amikor már sebesülteket próbálták itt ellátni, akit itt találtak, összeszedni. Ott azon a helyen feküdt a parádi Pali. Az kapta az első sorozatot, és akkor a testvérje pedig mellette volt, az akart rajta segíteni, és ha gyűjt a következő sorozat, akkor az pedig ilyen gyomorba kapott robbanóköltető lövedéket, és az ott. Utána pedig, mikor én visszafelé jöttem már, akkor már nem lőtek, és itt az órás üzlet előtt, itt feküdt Kálainé, ez egy ilyen muzsikus cigányasszony volt. Mit feküdt, ne beszélj már.
a nagy vendéglő főbejáratával szembe volt a, nagy vendéglőné a volt kerékpár ő. Megőrző, igen. És az Etelasszony annak volt az őrzője, azt ott lőtte agyon a repülő, és a következő menetben meg már az a szódagyárnak a lehet, szódás hogy az őrzője ott volt neki, de igen. Hidd el, hogy az órás üzlet előtt itt feküdt, mert itt volt a Parádi Gyuszi, pedig az egyik jó ismerősünk, az is honismerő őrös, és annak a hátából a robbanó töltető kihasított egy darabot, és nagyon érdekes története volt neki, tényleg egy szívhöz szóló valami, hogy a Hanusz doktor azt mondta, hogy ha viszi a mentő, nem bírja ki csak Tiszejenőig, azt mondta neki. És akkor megkérdezte, Szolnokra vitték, vastüdőre tették, meg mit tudom én, milyen komoly műtétet hajtottak végre rajta, és ezt ő mesélte már el, hogy mikor én Tószögön voltam, kérdezte, hogy már Tószögön vagyunk, azt mondja, hogy akkor nem volt igaza a Hanusz doktor úrnak. Parti iskolába rohantunk be, mégpedig a úgynevezett illemhelybe rohantunk be, és akkor ott, mikor bezsúfolódva berohantunk, az egyik barátom, Balla gyereknek hívták, szólt, hogy maga meg megvan sebesülve. És amikor oda berohantunk, akkor már én úgy emlékeztem, hogy Szolnok felül jött a második sorozat, de lehet, hogy tévedek, mindegy, de onnan kirohantunk gyorsan, mert félve ugye, hogy annak a cserepes tető volt rajta, meg minden, és akkor ereszet alá húzódtunk. Partiskola udvaráról kirohantunk a térre, ahol az ünnepség volt, mert így is nevezhetem, ugye. Rengeteg sebesült volt a téren. Volt, akinek hát iszonyatos volt látni, hogy szinte a háta kiszakadva, az biztos, hogy telibe találhatta az a gépágyú lövedék, és akkor már láttuk, hogy a templomtól jönnek kifelé, vitték, kezdték a sebesülteket bevinni, de az egyik barátom mondta, hogy gyerünk oda, mert sokan mentek a akkori községházára. És az ablak nyitva volt, mi fölugrottunk itt jobbról a bejáratinál ablaknál, az ablakba, és ott láttuk, amit még lehet, hogy ma sem magyarázott meg senki se, és én azt látom belőle, hogy biztos, hogy valaki szólhatott, hogy itt kécsként öldöklés van, meg itt bántják a, mit tudom én, a vezetőket, mert egy adóvevő készüléket láttunk, kettő vagy három fiatal srác, de már a nevére nem emlékszem, ott voltak bent, és földhöz vágták szabályosan az adóvevő, olyan rádiószerű adóvevő készülék volt. Földhöz vágták, és akkor, amikor onnan eljöttünk, akkor én is, ugye mivel öten, a családból öten voltunk jelen a fölvonuláson, a templomba szaladtam be, ott édesanyám ott volt a nővéremmel, és ők már akkor a sebesülteket ápolták, amit tiszteletére legyen mondva a gémes atyának. Ő ott az oltárterítőket, meg egyéb ruhaanyagokat, amit találtak már ott a sebesülteket, kötözték be. De egyik, akivel barátommal voltunk, mi is közben vittünk be, szólták, hogy segítsetek, és vittünk be sebesülteket mi is. És, de már én is éreztem akkor annyira, hogy nekem is el kellett menni, és a köztudott dolog, hogy a Hanusz doktorhoz mentünk sokan, és ő varta össze a sebeimet, meg ő ápolt le, meg... Uram, kihozta a tűzoltóktól a hordágyat azon, meg pokrócokba, ahogy tudták, és akkor azt küldte őket tovább, Kecskemétre, meg Félegyházára, hova tudott elküldeni. És akkor én annyira féltem, akkor ő másnap utána még elment, meg akkornap is elment a pékségbe sütni kenyeret, mert bizony a népnek nem volt már akkor. Ugye, teljesen föl volt bojdulva, már a nép a sok halott láttál, meg a sok sebesült láttál. Egyik teherkocsinkra is Félegyházára raktak föl sebesülteket, és odafordult, kettő fordulóval ment el Félegyházára ez a Boga Imre nevű gépkocsihető, és én ezt a fuvarrendelési naplót el is tettem, a mai napon is ez megvan, és benne van, hogy a Méknél volt fuvarba ez a Baga Imre nevű gépkocsihető, és oda van írva, hogy sebesült szállítás. 18 ember, aki adnak a Csepelnek a platójára ülve, fekve, ahogy sikerült nekik, mert ülőhely ott nem volt, mert hát ezeket nem is lehetett volna ültetni. Oda tettük őket föl, és jött egy asszonyka, aki hozott egy nagy fehér lepedőt,
És volt ott egy hatalmas rúd az udvaron, és én azt a nagy fehér lepedőt rákötöttem zászlónak, hogy ez a fehér zászló igaz azt jelenti, hogy az, aki a ilyen autóval vagy fehér zászlót lenget, az nem ellenség, hanem az megadja magát, vagy azt nem szabad bántani. A Lovas József, az a unokatestvérem, aki tényleg nagy lelkesedéssel részt vett a toborzásba az országzászló előtt, nem messze tőlem, ezek ott álltak a zászlóval, ugye, aztán ez is kapott egy olyan lövést, hogy én úgy tudom, hogy a lábát hasította a combját szét, és akkor mire elvitték a nagyiskolába, akkorára elvérzett. Azt mondta az én apám soha, hogy fiam, csak az igazat. De sajnos mindig az igazat nem lehetett megmondani, és nem is szabad. Mert hogyha megmondjuk az igazat, akkor vagy magunknak ártunk, vagy másnak ártunk. Mert valamit el lehet mondani, és van, amit meg soha. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, itt szavam dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá bűnét, ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd. Szeresd, vigyázz rá, Istenem, Atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán. Mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a báránynál nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen empereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen, s keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk, csak ugyan, hogy végeztendőt várunk mindenért. Hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei, uradnak mondd el, aranyarcú nap, mondd el, szerelmes déli pábodat, dícsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerte szét, este mennyi mécs ragyog, könyörögjetek, értünk, csillagok.